ami a mai farsult, perdült világban elképzelt. Egyszer jó volt látni a megújult nőséget. Hát csuda dolog, az a másik nem. És kapott egy odörrel még a fejére is. Ezt nagyon olvasatban, így gondolom, akkor van szó, hogy szellemiségében, lelkiségében és testiségében élővé tették. Ez volt a locsolás. És a lány adott egy hímes tojást, amit ő hímzett annak a legénynek, aki jött locsolni. Minden legény kapott, de ez egyben párválasztásnak is kiváló alkalma volt, mert a legszebb tojást, a leggondosabban megírt tojást, az annak a legénynek adta, aki szívesen választana, vagy párjául is. Ezt a legények tudták, hát nem lehetett nem tudni. És még ha csak egy locsoló csapat lett volna. De hát jött a második, a harmadik, a ötödik, és hiába menekült padlás a lány, akárhova előszedték, föllocsolták. Juli néni, az én kedves barátom, Évíz Györkről mondta azt, hogy hát 6-7-szer át kellett öltözni ilyenkor. És kérdeztem tőle, Juli néni, mérges volt azokra, akik már 5-5-szörre jöttek locsolni, mérges is, meg nem is. Mert nem jöttek volna, akkor nagyon szégyeltem volna magamat. És visszalocsolták a lányok őket, mert valamikor háromnapos ünnep volt húsvét kedje, és ők elálltak a palánk mögé, és mikor mentek a legények el a palánk mellett, mentek a kocsmába egyet iszogatni, kutyarápás szőrivel, mert hiszen locsolóbál volt este, és mekkora öröm, mekkora vidámság. Akkor úgy orvul leöntötték őket egy vödör vízzel, de olyan vízzel, amiben trágyalét is öntöttek. És szóltak tréfásan a legényeknek, legalább egy esztendőben egyszer ti is megmosdatok. Tehát tele volt munkál, föltámadt a világ, hát föltámadt Krisztus, örvendeni kell. Örvendeni kell, és ebben a mókában is bent volt az a féktelen öröm, ami a régi embert elöntötte, mikor megújult a lelke. Én azt hiszem, hogy ízelítőt adtam mindabból, ami a régi ember húsvéti készülete, illetve húsvétja volt. Egy pici ízelítőt, mert annyira összetett ez a szokásrend, hogy hetekig tudnánk róla beszélni, de a hímes tojásról kerítsünk egyszer alkalmat, hogy beszéljünk, és akkor jó lett. Én hozok könyvet, amit be lehetne mutatni akkor, mert Magyarországon maradtak meg azok a jelek, amelyek varázsló jelek, ősképe jelek, csak nálunk Magyarországon maradtak meg, és akkor szólnék a hímes tojás kapcsán arról is, hogy a régiek miféleképpen tartották a tojást, egyáltalán tojást a Szent Háromság megidézőjének. De akkor Szent Háromság vasárnap előtt lehet róla. Jó, legyen ez a következő adásnak majd, a következő adások egyikének a témája, mert természetesen egy újabb nagy ünnep következik, és hát arról is szót kell ejtenünk, mint közül a legközelebb. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Jóska bácsi, nagyon sokat tanulunk, mint mindig tőled, ezekről a dolgokról, a hagyományainkról, és úgy gondolom, hogy ugyan mi itt beszélgetünk, meg ugyan ezek szavak, de ezt tényleg megélni kell alapvetően. Igen, pontosan, tehát, és meg lehet élni. És meg lehet élni ezek szerint, és tényleg itt ennek bizonyságát is adták a eleink ezeknek a dolgoknak. Én nekem még egy tisztem van, hogy két ilyen kis hirdetményt felolvassak. Az egyik az az, hogy a szombaton, tehát március 5-én 19 órakor a Platán szállóban, ami a Könyves Kálmán körúton van, Papp Gábornak lesz az előadása Fehér Lófia címmel, ahol mindenkit nagyon sok szeretettel várnak, 19 órai kezdettel. Én is valamit? Persze. Mert hát ma nálatok lesz előadásom. Igen. A Szent Korona és az ősképek témában, kettolósban, délután 6 órakor, de jövő csütörtökön a Tolcsvai klubba Fény Krisztus lesz a téma. Tehát arról, amit én húsvét kapcsán elmondtam, arról képekkel együtt úgy összetettebben tudok. Aki nem tudná, a Tolcsvai klubba Tököli úton van. Tököli 76-ban. És 6 órakor van ott is. Így van, és 6 órakor, mint általában 6 óra vagy 7 órakor szoktak. Igen, és megköszönöm a figyelmüket, akik
hallgattak engem, és neked is, hogy megint meg. Jós bácsi, én nekem ez nagyon nagy megtiszteletés, hogy te itt vagy velem a műsorban, és hogy ezekről tudunk beszélgetni. Még egy dolog lenne, nagyon sokan ismerik Vas Albertnek az Ember az országút szélén című könyvét, aminek most már nagyon nagy sikerrel fut a színházi változata is. 14-én, március 14-én Gödöllőn a Művelési Központban lesz ez az előadás, tehát a színdarab. Március 15-én pedig Nagykovácsiban az Amerikai Iskolában lesz látható ez a gyönyörű Vas Albert darab. Oda is várnak mindenkit nagy szeretettel. Én még egyszer megköszönöm, hogy itt voltál velünk, Jóska Ácsi, és hát legközelebb akkor folytatjuk veled az évkörrel, Gáborral az elemzéseket, Lajossal pedig hát a szent királyokat és a szenteket. Így van, így kerek a világ. Én mindenkinek nagyon szép jó éjszakát kívánok, viszontlátásra!